Az előző szezonban a felkészülést Hollandiában indítottad el, most szerencsére, vagy hát majd te megmondod, hogy szerencsére vagy nem szerencsére, de erre nincsen szükség, hiszen az egész magyar válogatott az olimpiai keretek kiváló kínai edzőnőt kapott. Hát természetesen szerencsére, nekem minden vágyam volt, hogy itthon maradhassak, ha a feltételek adottak. Most kezdtem el múlt héten a csapattal az edzést, és egyelőre nagyon jó tapasztalataim vannak, bár már voltak is, mert Lina, akiről az előbb beszéltél, edző már volt velünk tavalyi szezonban egy 3 hetet, és én akkor is nagyon élveztem, és nagyon örültem, mikor megtudtam, hogy ő lesz itt a főedző nálunk, és szerintem a többiek is nagyon örülnek neki, és látom rajtuk már most a fejlődést, pedig csak 2 hete van velünk. Miben hozott ő új szint a csapat életébe? Hát új szín mindenképp technikailag fog hozni, és hozzáállásbelileg is szerintem azért. Jó, nem mondom, hogy kicsit ustábbak voltunk, de most sokkal nagyobb a fegyelem, és sokkal jobban koncentrál mindenki, és mindenki meg akar felelni neki. Nagyon nehéz tőle kicsikarni egy szép munka, vagy jó, vagy esetleg nem annyira rossz, már az is, annak is nagyon örül az ember, ha már csak azt mondja. Úgyhogy szerintem mindenképpen mind mentálisan, mind pedig fizikálisan változni fog a csapat. Ugye tavaly beszélgettünk arról, hogy Hollandiában kaptál egy-két új impulzust, illetve mondtak újdonságot, hogy mire kell odafigyelned. Kaptál-e már valami újat, vagy odafigyelni valót a kínai edzőnőtől? Persze, mindenképp kaptam. Sok olyan technikai dolog van, amit nem csak nekem mond, hanem unblock próbál velünk ütlegelni, úgymond. Természetesen ez, ami szerintem látszik is a pozíció, hogy mennyire megyünk mélyen, azt mindenkiben nagyon, nagyon próbálja hangsúlyozni, és próbálja rögzíteni, hogy sokkal mélyebben kell korizni, és olyan apróságok, amiket most így felsorolhatnék, de nem igazán mondanám sokat szerintem az embereknek, aki nem benfentes, de személy szerint is mondott olyan dolgokat, amire nagyon próbálok mostantól figyelni. Mire helyezed a fő hangsúlyt ezen a felkészülésen? Hát mindenképpen az elején, főleg nyáron így technikailag szeretnék még, mert azért van mit fejlődni, és nagyon szeretném kihasználni azt, hogy most velünk van a Lina. És mindemellett szerintem egyre keményebbek lesznek az edzések is fizikálisan is, úgyhogy szeretnék mind technikailag, mind pedig fizikálisan erősödni. Ugye az olimpia az még 2 szezon, mire elkövetkezik, de a következőben mire helyezed a fő hangsúlyt, mi lesz a legnagyobb cél? Az olimpián? Nem az olimpián, hanem a következő szezonban, az olimpia előtti szezonban. Hát ebben a szezonban igazából kíváncsi leszek, hogy mit tudunk elérni a Linával, ezért az elég rövid idő lesz még vele, igazából csak egy nyár lesz vele így a felkészülés, úgyhogy szerintem ez még nem lesz teljesen elég, de én mindenképpen úgy gondolom, hogy érem, az természetesen megint nagyon szeretnék egy EB-n, és szeretnék világkupán is döntőbe kerülni, ahogy már sikerül, de most szeretnék esélyesként, sokkal esélyesebbként is döntőbe kerülni. És távok tekintetében ugye az 1000 a te fő kedvenced, és az 500-at mindig mumusnak tartottad, de hát az utóbbi időszakban az 500 jött be? Hát még mindig úgy gondolom, hogy az 1000 méter az, ami leginkább az én távom, de most már egyre jobban kezdem bekedvelni az 500-at. Ez annak is köszönhető, hogy sokat gyakoroltam a rajtot, és sokat fejlődtem benne, de még mindig van mit fejlődnöm, de most már sok segítséget kaptam. Ugye Lina személyében is itt lesz egy nagy segítség, Erika is ugye visszajött, aki tudjuk, hogy legendás a rajtja, és tőle is azért lehet majd tanulni, és hát sok más segítség is van még, amit lehet használni. Hát akkor bízunk bele, hogy az 500 és az 1000 is kiváló lesz. Köszönöm szépen! Oké, Bernikém, köszönjük. Jó volt?